mögöttem álló szép gombai református templom, a mellettem álló szép katolikus templom és lelkészeik köszöntésével, valamint harmadik történelmi felekezet az evangélikus egyház köszöntésével. Hadd köszöntsem most a jelenlévő ünneplőket, áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk. A mai alkalomból hoztam egy szép bibliai igeverset János apostolnak, Jézus legfiatalabb tanítványának, a mennyei jelenések könyve 6. fejezetéből. Ezt mondja az apostol: ekkor láttam íme, hogy a bárány feltörte a 7 pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: jöjj! És erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt, koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. Ezt a szép bibliai igeverset azért választottam, mert jó néhány éve már annak a szép hagyománynak, hogy itt a két Isten háza, a két templom és az iskola közt felvonulnak a lovasok és lovasaik, és engem ez a felvonulás mindig arra emlékeztet, amelyet a Biblia a győztesek felvonulásának nevez, akik a bárány vére által megváltva bejuthatnak az Isten országába. Így köszöntöm most is a lovasokat és lovasaikat, és mindazokat, akik ma eljöttek, hogy együtt ennek az ünnepléses felvonulásnak, ennek a győztes vonulásnak részesei lehessenek. Sok éve már, hogy gondolkozunk azon, mi köze is az embernek és a lónak egymáshoz. Isten teremtménye a ló. De elég, ha csak karácsonyig megyünk vissza, gondoljunk a lovas istállóra, ahol Istennek egyszülött fia, a mi Urunk Jézus megszületett, ahogy énekeljük is a karácsonyi énekeinkben, és ahogy a ló rá lehel az ember gyermekére, és megmelengeti őt, ma is megmelengeti a ló az ember szívét. Ebben a mai eltechnicizálódott, elkütyüsödött világunkban, amikor gyermekeink leginkább otthon kisebb bújnak a tablet, az okostelefon, a tévé képernyője mögül, milyen jó dolog találkozni eleven állattal, élő állattal, lóval. Milyen jó dolog rádöbbenni arra, hogy Isten milyen gazdag áldásban részesített minket. A teremtés csodája az ember mellett az állat is, különösképpen a ló. És akinek van otthon házi állata, az azt is tudhatja, hogy a házi állat etetése sokszor fontosabb, mint a saját magunk etetése. És az állat meghálálja a szeretetet ragaszkodásával és viszont szeretetével. Most, amikor néhány napja egy új munkaévet, tanévet kezdünk el, legyen telve a mi szívünk hálaadással, hagyományaink, az Jóisten áldása, a teremtés szépsége iránt, hiszen Isten tartott meg eddig is, és tartson meg ezután is lovast és lovat, teremtményt és teremtett állatot egyaránt. Hadd áldjam meg most az ünneplőket azzal az ősi szép áldással. Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Úr, világosítsa meg az Úr az ő szent arcát ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. És fordítsa az Úr az ő szent arcát tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Kedves egybegyűltek, szeretettel köszöntök minden hagyományőrzőt, minden gombára látogatót, de engedjék meg, hogy most elsősorban a mohácsiakat üdvözöljem. Messzire eljut a gombai lovasáldás híre, eljutott most Mohácsra. Nagyon szépen köszönöm a mohácsiaknak, hogy lehetővé tették azt, hogy együtt ünnepeljünk. Köszönöm szépen, egy hatalmas tapsot megérdemelnek. Én nem is húznám sokáig az időt. 13. alkalommal rendeztük meg Gombán a lovasáldást. Remélem, hogy még nagyon sok alkalom lesz, hogy itt találkozhatunk, és nagyon szépen köszönöm
hogy nem hagyták, hogy feladjam. Köszönöm szépen! Elénekeljük a himnuszt. Éljenek a magyarok! Éljenek a magyarok, a hagyományőrzők! Mindenki! Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a hagyományőrzők nevében az ide látogatóknak. Mindenkinek köszönöm, aki a mai naphoz bármilyen formában hozzátett, bármilyen formában segített, hogy ez a rendezvény létrejöhessen. Kérem, engedjék meg, hogy hálánk jeléül az itt jelenlévő mindenkit. Nagy tisztelettel meghívjuk a Pega Majorba, estig tartó mulatságra. Látogassanak meg minket, érezzék jól magukat. Nagyon jó szórakozást kívánok! Pojďte za vojáka, budu plakat všecky dňuky za vámi. Láňu, kláňu, kláňu, pa paluba, paluby genzy, popsula mužíka. Láňu, kláňu, kláňu, pa paluba, paluby genzy, popsula mužíka. A ty vysok mulálu, výkčak venem rukulu, a Elvis nekatonának megsiratnak engem et a lejányu. Addig is szók mulatok, még csak be nem rukkolok, ha elvisznek katonának, megsiratnak engemet a lejányok. Thank you.
будьте си колена на мой душу завидате. Čipkovie listy má, sadni si to do namila. Pokrývla kapusta, čipkovie listy má, sadni si to do namila. Nesadnem ti ja do lona, lebo som ja, není tvoja. Pokrývla kapusta, čipkovie listy má, sadni si to do namila. Nesadnem ti ja do lona, lebo som ja, není tvoja. Pokrývla kapusta, čipkovie listy má, sadni si to do namila. Petőfi Sándor. Versének az a címe, kemény szél fúj. Kemény szél fúj, lángra kap a szikra. Vigyázzatok a házaitokra. Hát ha, mire a nap lehanyatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitézség benned? Vagy apáink halálával elhalt? Illik-e még oldaladra a kard? Magyar nemzet, ha rád kerül a sor, lépsz-e megint, ami voltál egykor? Oly hatalmas harcos, ki szemével jobban ölt, mint más a fegyverével. A világot védtük hajdanában, a tatár és a török világban. Vajon most, ha eljön a nagy munka, megbírjuk-e védeni mi magunkat? Ó, magyarok istene, adj jelit! A kenyértörés elközelít, hogy az égben uralkodol még te, a magad s néped dicsőségére.
verem a résarkon gyújt a léjjár. Hova csend biztos úr majda jár, csend biztos úr nevelje rá adásat. Gyenge az én babám szívemet hasad, csend biztos úr nevelje rá adásat. Gyenge az én babám szívemet hasad. Digda mamó csibóri, 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 tamé tuké battali, mamó battali. Cane soquera, ala la te me mera, vamos de mera. Digna vamos chiboli, 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 a ver tu que batali, vamos batali. Ay, cane soquera, cane soquera, ala la te me mera, vamos de mera. Cane soquera, santo jarba, a no caribare duma. Cane soquera, santo jarba, a no caribare duma. A gombás ételek főző versenyén. Csapat neve. A középső rész a sör. Jó, kérem a csapat vezetőjét. Köszönjük szépen a mai részvételt. Nagyon jól sikerült a mai főzés. Egy kiló friss gombát. A díjat a tavalyi nyertes fogja átadni. Ő a Vándor fakanál. Gratulálunk a versenyzőknek. Adom. Állj! Nem megy sehova nyertes. Hölgyeim és uraim, a házigazda külön díját. Ez a csapat nyerte meg egy választási malacot. Ígértem maguknak estére egy meglepetés vendéget. Szeretettel bemutatom a sztár vendégüket. Varga Milánt, mondd el, hogy honnan érkeztél. Burira kérdeztem, és Varga Milán Dominik vagyok. A mai nap folyamán ő lesz az a vendég, akit a mai napig senki rajtam kívül nem tudott. Fogadják őt olyan nagy szeretettel, mint ahogy amilyen nagy szeretettel ide Magyarországra érkeztek hozzánk. Köszöntjük őket tapsal! Oh,
zajlik.